Mondjam! Mondjam! Légkeverés, a fűtésnek a melegét így elkevered messzi pontokra is. No, megérkeztek a mínuszok, ahogy mondták, ez tényleg megjött, most már nappal is mínusz volt. Kint egy ilyen jó 3-4 centis jég lett a hordó tetején, amit még nem ürítettünk ki. Első vízgyűjtő hordó. Igen, első vízgyűjtő hordónak a tetején, mert amit még nem ürítettünk ki. Igen. Káposztás hordó. Igen, igen. De boros hordó. Itt viszont csak esővizes hordó van kint az udvaron, aminek a teteje jó befagyott, jó vastagon, de azt gondosan mindig szépen betörögetjük, és így nem lesz vele gond, remélhetőleg. Kalapáccsa. Igen. Így. Beletörünk a jégbe. Na de amiért mostan a mínuszok miatt szóba került a köztünk a Sparhert, éppen beszélgettünk róla erre, meg pont a napokban, mármint hogy egymás közt beszéltünk arról, hogy milyen jó választás volt, hogy ide költöztünk közelébe, és hogy melegebb van, és hogy most már itt van a mínusz. Azért érezni lehet azt a hideget, amit korábban éreztünk, de viszont így már nem fáztál, mert már közelebb vagyunk a Sparherthoz, a meleghez, és ez egy jó döntés volt. Szóval nem volt abszolút rossz döntés. Az a félelem, hogy meg fogunk sülni, ezzel nem volt probléma, mert esetleg olyan van, akkor még mindig kényelmesebb lejjebb vetközni, egy rövidebb ruhát felvenni, mint hogy állandóan feljebb öltözni, és melegebb ruhákat magadra önteni. Na de itt most nem ez a lényeg, hanem itt a most a főszereplő az a Sparhertünk, mert hogy a napokban kaptunk egy elektronikus úton egy levelet, aminek a válasz... E-mailt. Igen, e-mailt, modernebb nevén elnevezve e-mailt, aminek a válaszát hamarosan majd el fogjuk küldeni, összefoglaljuk a kérdésekre a választ, de egyúttal jött az az ötlet, hogy ha már kérdés volt a Sparhertről felmerült kérdés, akkor összefoglaljuk azt, amit idén először tapasztaltunk úgy meg, hogy nincsen semmi kavarás, meg történés körülötte, mert hogyha az előző videóban már kiderülhetett ott, a tavaly tél nekünk egy elég kalandosan indult, mármint hogy a fűtés szempontból nézve, mert hogy hát arról már csináltunk videót, azt nagyon nem részletezem. A lényeg, hogy nem ez a Sparhert volt, hanem egy másik volt, aztán kaptunk egy másikat, stb. Stb. Közben volt egy idéklenesen egy óhrakájra, egy cserekájra, szóval elég bonyodalmasan indult a fűtés, és éppen ezért nehezen tudtuk kitapasztalni azt, hogy mennyi fa fogy, hogyan fogy, milyen módszerrel tudunk jól fűteni ebben a típusú Sparhertben, aztán hogy működik, stb. Éppen ezért mostan van már tapasztalat így a másfél hónap után, de igazán majd a szezon végén, azaz a tél végén szerintem lesz majd egy ilyen nagyobb részletező, hogy mennyire vált be igazán, de előrejáróban így már másfél hónap tapasztalatát nézve abszolút jól működik nekünk, tökéletesen megfelel igényeinket, kielégíti, ami a fűtése kapcsolatosan szükségünk van. De viszont, mivel hogy én úgy volt, hogy csak egy mondatot mondok, és már ez a mondat elhangzott, ez én átadom a szót neked. Nekem ne add át a szót, mert majd én tudom, hogyha bele akarok pofázni. Na, a lényeg, hogy akartál valamit mondani, és mondd el, aztán majd kitéled. Mutasd azt a kezed még egyszer? Nem, úgy, ahogy az előbb. Ezt vegyük ki belőle. Na, akkor kérnénk szépen azt, amit el akartál mondani. Igen. Ez már egy nagyon részletes volt. Ezzel kapcsolatosan, ha van véleményed, akkor várjuk a hozzászólásokat. Na, de megpróbáljuk még egyszer, hogy elmondd azt, amit el szerettél volna mondani. Nem, hát annyit dumál, hogy mire eljutunk oda, hogy megnyikkanjak, már így elmegy. Meg közelebb vagy a tűzhöz, az is igaz, hogy... Na. Azt kiegészítendő elsőként, amit mondod, hogy itt azért más, hogy ide átköltöztünk a túlsó falról, ugye ez már sokszor volt mondva, és hogy nekem ez az ízületi dolog. Tehát, hogy fázni nem fázunk itt már végre, hanem a kézfájdalom, az sem jön elő, viszont amikor elkezd fáj... Az az érdekes, hogy csak a kezem elkezd fázni, akkor muszáj vagyok pulcsit venni. És az a rossz, hogy rohadtul melegem van benne, tehát nem kéne a pulcsi, mert nem fázom, csak a kezem. És ez nem tudom, tehát egérhasználat, ez már lett említve, nem tudom. Itt most az a hangsúly ott van, hogy maga a kályha bevált, és a fázástól nem kell tartani, tehát hogy működik, jól működik, minden tökéletes. Nekem a problémám az egy másik történet, annak semmi köze a kályhához, csak így el akartam mondani és érzékeltetni,
ha véletlenül pulcsi lesz rajtam a kályha előtt, akkor nem azért, mert fázom. Na, ez az egyik. Amit viszont én akartam elmondani, és igazándiból én a videót most én erőltettem ezzel kapcsolatban, hogy azt hiszem, hogy erről még nem esett szó. Most hány éve? Egy éve van meg? Egy éve van meg, ugye? Hát a tavaly volt az, hát még egy éve sem, mert tavaly cserélve volt, úgyhogy igen, ez a második tél, amikor most már csere nélkül, abszolút a szezon elejétől lassan érzékelve, folyamatos fűtésként tudjuk használni, úgy, hogy a pluszoktól indultunk el és haladtunk a mínusz fele, mert ez fontos tényező, hogy megfigyeli az ember, hogy hogyan működik, milyen, miként adja le a hőt, mennyi fát, hogyan pakol be, stb. És ez az első év, igen, amikor nem történt csere, nem történt semmi, hanem már kezdetek óta ezt használjuk. Igen, igen, megállás nélkül, szüntelenül megy, működ, múkod, és nincs vele semmilyen probléma. Az égvilágon semmilyen probléma, és nagyon jó választás is volt, szóval minden értelemben szeretjük, meg hát látod a látványa. Tehát ez mindent felülír. Viszont amiről én szerettem volna egy külön szót ejteni, hogy mi a sparhert rész, mert ugye ennek az a lényeg ennek a kályhának, hogy nem pusztán egy kályha, hanem főzőlap van a tetején, tehát főzni lehetne rajta, illetve egy sütő, a nem akarom kitakarni. Hát ott egy hőmérő abszolút látszik, ahol ott benn van a hőmérő, ez itt és egy amit másik... becsuktál, az a sütő. Két ajtaja van, az egyik ugye maga a tűztére, hová fát kell pakolni, a másik ajtó mögött nincs láng meg semmi, ott csak a hő jön ki abban az esetben, hogyha át van itt fönt egy ilyen fütyi kapcsolva, és az egy sütő. Tehát az egy sütőtér. Oda ott van egy ilyen perem, amire be lehet dugni egy tepsit, vagy mit tudom én valamit. Erre előrébb közben, mert elfordultál. És tehát a sütő, sütés célt szolgálja. Amit pont megvettünk egyébként az üveg, minek üvegtepsi, üvegtál, ami a hőálló üvegtál, az pont befér. Tehát gondolom, hogy ez egy ilyen standard méret. Szerintem ez sem mindegy, mert egy ilyen nagyobb tepsi nem fér be, de például az üvegtál az igen. Most nem tudom annak a méretét, de mindegy, szerintem ilyen átlagos. Na de én a felső részről szerettem volna egy pár szót említeni, a főzőlapról. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy kicsi korong, tehát ugye a gáztűzhelyhez voltunk mi szokva Pesten. Én speciál soha életemben kályhát nem láttam semmilyen körülmények között sehol senkinél, tehát nem voltam olyan vendégségben. Ha igen, akkor is esetleg kicsi voltam, tehát így kályha közelében miért mentem volna, tehát így nincs semmi, se emlékem, se tapasztalatom. Életem első kályhája volt ez, amikor így megvettük, és így minden, ami ezzel kapcsolatos, az teljesen ilyen nulláról kellett megtanulni, elsajátítani. Többnyire ő kezeli, tehát ezeket a videókat is ő szokott ezekről beszélni, de hát valamit nekem is kell ugye konyítanom hozzá. Na most a főzőlap rész ugye a főzést illetően, én most kifejezetten erről szerettem volna beszélni, mi többnyire azt nem használjuk. Mint most is látható, rajtam van egy fazék, egy nagy fazék, nem tudom ez hány literes, de jó nagy, és többnyire erre szoktuk használni, hogy a vizet melegítjük benne, ugye fürdés, egyéb mosogatás, stb. Lerövidítve az ottan az a boiler. Igen. Az ott a boiler, az pedig a hőt leadó elektromos áram helyett a fával működő boiler melegítő víz. Igen. Nálunk arra is szükség van, hogyha például reggel felkelünk mosakodás, stb., akkor is kell egy picit nem melegíteni a vizet, szóval akkor is innen kell a lavorba, amit erre használunk, egy picit rakni, hogy azért ne jéghideg vízbe kell mosakodni, mert ez ideig óráig elmegy össze, de télen teljesen jéghideg a víz, ami így a házban van, amit így frissen mersz akár a mondjad már ciszternából, akár így a behozott ilyen kis hordóinkból, az tök hideg, tehát abban így hosszú távon a kezelet nem lehet. Na és ezért erre van most nekünk a főzőlap, hogy ezt így reggeltől estig ott van a víz, és tök jól megmelegszik, néha után töltöd, néha ki kell azért törölgetni is, és ennyi. Amúgy is praktikusan nincsen szükség a meleg vízre, mert például, ha más nem, amikor a párás levegő keletkezik ezáltal, mármint hogy elpárolog a víz, és a fűtésnek köszönhetően eléggé ki tud száradni a levegő, így pótolva a
levegő páratartalmát. Pároloktatónak is jól funkcionál. Is nagyon jól működik. Előfordult már, hogy raktál bele illóolajat, egy-két cseppet, és ezzel még jobban lehetett az illatot bővíteni a házba. Igen, de hát igen. Na de szóval, hogyha ez a fazék nem lenne ott, és főzésre is próbáltuk nyilván valahol használni, amikor megkaptuk, és úgy kell elképzelni, hogy van egy ilyen platni, nem úgy, mint a gáztűzhelyen, hogy egyetlen, hanem itt van több korong egymás. Tehát ilyen egy kicsi, aztán egy nagyobb, egy nem is tudom, kettő van? Kettő. De így igaz, ezt részletesen meg is mutattuk, amikor megjelent a kája. Jó, most látni. Én azért akarom elmondani, mert itt ugye nincs gomb, amivel állítod a fokokat. Itt az, hogy van egy kis platni, egy nagy platni, és hogyha mindkettőt leveszed, akkor jön át nagy láng. Viszont, hogyha csak az egyiket, akkor egy kisebb lukat tartasz fenn, amin a láng ugye eljut a fazék aljáig. Vagy pedig a hő, igen, így van a hő egyre jobban, illetve még el is lehet fordítani ilyen félfordulatot, és akkor még le se kell venned, hanem akkor egy kis luk lesz rajta, és azon keresztül. Ez már lehet. Szerintem olyan fajta részletkérdés, itt most azt akartam érzékeltetni, hogy nincs gomb, mint a gáztűzhelynél, hogy izé nyomsz egyet, és akkor, vagy tekersz egyet, hanem itt a platnit kell kibe rakosgatni, annak értelmében, hogy mit főzöl. Igen. És ugye a legelején ezt mi próbálgattuk, és azért is mondtam most, hogy forgatni, meg akármi, hogy vannak különböző módszerek, taktikák, praktikák, amit így próbálgatsz, meg leírások alapján, meg a nem tudom én mi. Viszont az az igazság, hogy azt nem mondom, hogy nem vált be. Azt mondanám, hogy nekünk ez már macerás, tehát mivel adott az elektromos indukciós tűzhely főzőlapunk, illetve van ez a grillsütő, ezekről is már többször esett szó, tulajdonképpen ezen a két hordozható dolgon mi mindent meg tudunk, el tudunk mindenféle ételt készíteni, amire szükségünk van, így a két főre. Tehát azért nem egy nagy. Ez egészen addig működik, amíg nem megy állandóan a sparhert, de amikor már állandóan megy, például ma a sült krumpli a sütőbe fog sülni, mert most már állandóan... De sütőről beszélsz, és pont sütő, ez a lényeg. Meg a teteje is ugyanúgy lehet használni, ma a leves is ott fog megfőni. De azt a lényeg, hogy addig nem tudjuk igazán használni ténylegesen a platnit, meg a tetejét, amíg nincsen olyan nagyon hideg, minuszok, főleg a nappal vagy éjszaka, mert hogyha állandóan kell pakolni a tűzbe, akkor viszont túlfűtenéd a házat, és több fa is fogynál, mint amire szükség lenne. Tehát igazán főzni a sparherton akkor lehet már csak, szerintem, amit akartál mondani, amikor már igazán tél van. Tehát amikor non-stop lehet belepakolni a fát, és szükség is van arra, hogy kellő meleg legyen bent a házban. Ezt akartam mondani, csak tudtam, hogy te nem így fogod mondani, úgyhogy én arra gondoltam már, mint hogy én azt akartam, azt a részét. Te részletnek veszed, de én azt akartam elmondani, hogy mi a platnikat nem szedegettük le. Ja, nem csak mindegy. Elfordítottuk, vagy pedig igen. Na, de nem mindegy. Tehát mi a legelején próbálgattuk, hogy jobb, meg izé, és az a helyzet, és ezt meg akarom mutatni. Az a helyzet, hogy van egy ilyen húscsipesz, látszik, hogy tiszta korom. Ez teljesen más, ugye húscsipesz a nevében is benne, ez arra való, hogy a húst így megfogod, kiveszed a zsír vagy olajból, és akkor izé. De mi ezt beáldoztuk, ugyanis amikor próbálgatjuk ezeket a platnikat, ugye az a probléma, hogy az egy rohadt nehéz, hát vasból van. Ez egy rohadt nehéz dolog. Először is vasból van, ugye súlyát tekintve se tudod félkézre, nem bírod el. De hogyha meg még forró is mindenhez, akkor meg nem is tudod megfogni. Azon kívül valahogy alá is kell nyúlni, hogy valahogy azt megemeld azt a dolgot. Tehát kellett valami eszköz ahhoz, hogy ezt valamilyen formában onnan megfogd és elrakd, ráadásul nem tudod hova rakni, tehát csak arrébb tudod húzni. Erre a célra, amilyen nagyon feltalálóan megtaláltuk ezt az eszközt, hogy akkor ezzel. Na de hát ugye ez nem egy ilyen örök életű történet, szóval igazából én azt szerettem volna ebből az egészből kihozni, hogy van-e egyáltalán, létezik-e olyan eszköz, néztük annak, de nem találtam semmit. Ugye van ez a piszkavas, amivel turkászol a hamuba, meg arrébb helyezed a fát, meg levegőt juttatsz be, vagy mit tudom én éppen mi mindent csinálsz vele. Az erre nem alkalmas szintén, mert az egy ilyen kampószerű dolog megemelni, meg tudod vele a platnit, de arrébb, szóval nem az igazi. Szóval mi az, amivel ezt lehet igazából rakni
kivenni, berakni, akármi, mert igazából mi a magát a platnit egyáltalán szoktuk kiszedegetni, próbálkozás szintjén az elején igen, de aztán rájöttünk, hogy ez olyan macera, meg hogy ilyeneket kell hozzá használni, hogy nem foglalkozunk vele. És mivel nem szedjük ki a helyéből, ezért tök egyértelmű, hogy az mi tapasztalatunk szerint nem jut el a láng a fazék aljáig, ergo nem tud úgy sülni, főni benne a cucc, ahogy kellene. Tehát az, amit most az előbb mondtál, hogy? Én ezt akartam kiegészíteni. Ha nem vesszük le a platnit, akkor nem úgy sül meg fő a kaja. Hát nyilván megvannak a praktikák, így van, hogyha nagyon meleget akarsz, vagy csak melegíteni akarsz, akkor elég a platnira is, mint ahogy tegnap is, amikor megmelegítettük a szószt, akkor csak rádobod a platnira, és akkor melegítésre tökéletes, de ha megfőzni akarod, lehet a platni is, főleg ha nagyon mínusz van és nagyon pakoló, csak akkor 4 óra alatt fő meg a valami, ha viszont meg leveszed a gyűrűket, akkor meg 2 óra alatt megvan. Tehát úgy igazából a gombok helyett, ami a gáztűzhelyen van, a szabályozó az 1-től 4-ig, azt azzal tudod szabályozni, hát amit mondtál, mondtam, hogy lekapkodod 1 gyűrű, 2 gyűrű, na, és de akkor... nem lekapkodod. Mert egyszerűen nem, igen, sőt, ráadásul volt rá példa, hogy amikor raktam vissza a gyűrűt, akkor a nagyobbik gyűrűvel nem volt probléma, viszont a kis gyűrű az sikerült úgy beesni a sparhertba, hogy a sütőrésznek az oldalfalánál van egy ilyen belső rész, amit nem látsz kívülről. Igen, van egy ilyen belső lemez a bent a tűztérbe, a sütő oldalán, ami egy ilyen ferde, úgymond ilyen lángterelő, hogy jön fel a láng, akkor még visszaforduljon a kályhába, és úgy égjen el rendesen, ahogy az kell. Tehát a fából kiáramló gáz ezáltal is még jobban el tud égni, nagyobb hőt tud leadni a kályhába, és még inkább 100% felé haladó arányba tud elégni a fajta lángterelőnek köszönhetően, és ez a szépen, ez a lángterelő pont a gyűrű fölött van, és amikor a kis gyűrűt szerettem volna visszarakni, sikeresen beleesett el a lemezre, és a lemez meg viszont össze van kötve a sütőnek az oldalával, ami körbe van egy kis rész, és oda szépen becsúszott egy a kis... Egy nem elérhető helyre. Egy nem elérhető helyen, mármint nehezen elérhető, mert elérhető, fölülről már pont nem lehetett elérni, mert kicsi a sütő körül a levegőrés ilyen 5 centi. Forró kályháról beszélünk. Igen, azért hát az... nem elérhető, meg kellett várnunk a másnap reggel. Másnap reggelt, így van, így van. És amikor így nem égsz meg, nem éget meg, hogyha hozzáérsz a kályhának a részeihez, hát teljesen kihűlt, igen, először fölülről próbáltam kipecázni azt a gyűrűt, de aztán végülis a végső megoldás az, hogy ennek a sparhertnak, meg gondolom a többinek is, a sütő alatt van egy ilyen kis tisztító nyílás, egy ilyen 100 milliméteres, 10-12 centis, nem mértem soha, egy tisztító nyílás, ahol befér a kezed, és onnan szépen ki tudod takarítani a sütő körül a lerakódott cuccot esetleg, illetve most, ami bepotyogott, platni kis hengerke, az ott sikerült kipecázni lényegébe. Igen. Nem egyszerűen, mert pont fel volt állva, így a falnak nekidőlve, és egy 90-es fokos hajlásba elég nehezen akart az a kis platni darab gyűrű elborulni, hogy utána ki tudjad hozni. Hogy jó szorakozás volt bele, eléggé. Jó, de ez hosszan. Nem a kályhának a hibája. Ez nem a kályhának, hanem a, ahogy raktad vissza, igen. Meg a megoldás. Mert akkor még nem a csipesz volt használva, hanem amit mondta, a kis piszkával volt oda húzva a maga a gyűrű, és onnantól kezdve volt az, hogy valami olyannak kell szedni magát a gyűrűt, amivel megfogod, hogy még véletlen se csúszson be, vagy essen le. Mert hogyha leesik, akkor előfordulhat, hogy oda be tud esni, olyan szerencsétlen összejön, de szerintem ez a földön kizárólag csak velem fordulhatott szerintem elő. Szerintem is. Mert még egy ember nincs, akinek így a gyűrű be tud majd esni ebbe a sütőrészbe, abban biztos vagyok. Szerintem. Mert ahogy hozzá, mert amikor leesett, akkor még ott maradt azon a ferde lemezen, de onnantól kezdve, hogy hozzányúltam, mint hogyha egy ilyen varázspálcával értem volna hozzá, egyből becsúszott, mielőtt megfogtam volna. Na, de ezért hát... ilyen fontos, de egyébként ez, hogy most beleesett, nem esett bele, ha abba bele nem is esik, akkor is maga az, hogy leesik, itt nálunk például járólap van, ami könnyen törik, tehát például arra is leeshetett volna, vagy csak szimplán az, hogy a biztonság, tudod, hogy forró dologról van szó, nehéz dologról van szó, tehát valahogy azt úgy kellene tudni megfogni,
Ahhoz, hogy főzzél rajta, mert ugye itt ezen van a hangsúly, hogy használni szeretnéd, és azt kibe kell rakosgatni, húzigálni, és csak arrébb tolod, hova rakod. Szóval, hogy erre én nem igazán olvastam még megoldást, és ugye zöldfülükként nem honnan is kellene tudnom, tehát amiket olvasgattunk, a piszkavasó talán az egyetlen, amit láttunk, hogy ilyen dolgokhoz használják. Én valahogy ezt nem tudom elfogadni, hogy tényleg nincs erre külön megoldás. Hát mi megtaláltuk a megoldást rá. Meg erre jó az, hogy az ember mindent megfigyel, aztán felfedezi magától a igen. dolgokat, mert mostan még nem, de viszont majd valószínűleg egy vagy két év múlva, vagy pár alkalom használat után már rájövünk arra is, mint ahogy arra is rájöttünk, hogy ahhoz, hogy az ember főzzön, ahhoz érdekesség... Mi az, hogy érdekességkép? Nem érdekességkép. Az a lényege, hogy apróra hasonlított fával lehet jól fűteni. És száraz. És ráadásul nem fűteni, hanem főzni, mert most a főzés a lényeg. Például tavaly, amikor voltak tetőlécek, akkor azzal nagyon jól lehetett, mert annak a lángja felcsapott egész odáig. Gyanta. Igen, hát meg a kéménynek nem annyira jó, de annyira sok nem volt szerencsére használva, hogy az ácson. És amúgy is vegyesen kezeltük. De a lényeg, hogy a főzéshez kisebb fákra van szükség, meg jó hidegnek kell lennie, mert azért az baromira be tud fűteni a házba, hogyha egy főzés miatt csak állandóan pakol az ember. Szóval ez még tapasztalni, és majd idővel az is kialakul, hogy már maximálisan lehet azt a részt is használni. Lehet használni, csak én azért akartam erről külön beszélni, mert ha már felmerültek kérdések, akár nem a kályhát, hanem csak a sparhelyet, tehát a főzős részét illetően, akkor én fontosnak tartom azt elmondani, hogy ha valaki ebben gondolkodik, akkor számoljon azzal, hogy nem biztos, hogyha a főzést is ezzel akarja megoldani, akkor feltétlenül működni fog. Tehát ha volt már ilyen a környezetedben, és használtál már ilyen KH-nak, vagy ilyen régi sparhátet, akkor biztos oké a dolog. Nekem az életemben semmi közöm nem volt se sparhelyethez, se kályhához, tehát én tűzifát az életemben nem láttam. Tehát amiken mi itt végigmentünk, az mind olyan volt, hogy tényleg élet. Ő látott, te láttál, nem ilyen persze, használtam is még gyerekként, hogy nem. Na, de én viszont soha. Tehát azért mondom, hogy amiket itt végigcsináltunk, azt mindig kútfőből, amit így a múltból hoztál, vagy esetleg olvastunk a netről, azt így összegyúrtuk, és abból tudtunk eleve választani magát a kályhát. Meg igazából működik, csak megint ott van az, hogy az embernek jó, hogyha külön készlete van például egy sparhelyes főzéshez, meg külön készlete az indukcióshoz, mondjuk már csak azért, mert hogyha veszel egy indukcióra egy olyan lábos, vagy edényt, vagy bármi, ami indukciósra van, akkor azt nem biztos, hogy a nyílt láng fölé rakod, mert bekormolodik, stb. A lábos alja. Akkor már szekrényt is és akkor már a szekrényt. Ahhoz egy külön hely, külön tároló, külön lábosok, valamilyen formában jó lenne öntvény vaslábos, és akkor az még jobban kihasználja az adott hőt, mert de várjál, ne menjen azért félre, most ne jegyél meg, ez nem azt jelenti, hogy ilyen hat különböző készletnek, szekrénysorokat kell venni, egy túrót. Épp az, hogy minél minimálisabb készlet, sőt, szerintem még igazából készlet nincs is szükség semmire. Nem arra gondoltam, hogy most külön kell hozzá egy készlet, hanem hogy az, hogy ahhoz, hogyha mondjuk az indukcióson is használod, és itt is, ez a kormolódás, meg egyéb dolgok, azok előfordulnak. Érdemes másikat használni erre a célra. Ezt ki kell tapasztalni, hogy melyiket használod inkább, vagy többször, vagy minden nap akár, és melyiket ritkán, és akkor arra külön egy vagy két edényt így félrerakni. Hát ez mind tapasztalat kérdése, de ez a korom nagyon jó, hogy felhoztad, meg mert ez az abszolút mindegy. Működik, igen. Ráadásul, hogyha már nem lesz szükség a boilerre, ami állandóan ott van rajta, akkor majd felszabadul még jobban a platni rész, és így ezáltal majd lehet használni még jobban főzésre. Illetve mivel ez csak egy platni karikás, ezért mellette még egy karika nincsen, az nem fér el, hogy mondjuk egyik helyen a víz melegedik, a másik helyen főzöl. Ebben a szempontból előnyösebb ténylegesen a két karikás főző platni, mert akkor, a két platni is. Igen, mert hogyha a víz melegítését úgy oldod meg, mint így, akkor a másik felszabadul, és ott lehet főzni, a másik helyen lehet melegíteni. De ez esetben mostan boilerként nagyon jól működik. Melegítése meg 100%-os, mert bármilyen kaja van, csak rádobja az ember, és ott már nem kormolodik össze, mert már nem szedett fel a gyűrűt, elég a platninak a hőfokán felmelegíteni a kaját, és arra viszont 100%-osan tökéletes.
Igen, egyéb tekintetben is szerintem minden értelemben tökéletes, minden értelemben nagyon jó választás volt. Imádom, ahogy, amit most is csinál, hogy az izzó fa, ahogy átizzik a fa. Ugye ezt mi speciál, mi még nem sűrűn láttuk. Tehát amit a brikettekről elmondtunk, briketteknél láttuk ezt, hogy így átizzik a fa, de az eddigi tűzifáknál, mivel mindegyik szerintem egytől egyik vagy vizes volt, vagy valami nem okés volt, vagy vegyes is volt, meg mit tudom én mi, ez az első olyan adag fánk, ami tényleg nem volt vizes, teljesen egyértelműen látni lehet, hogy átízik szépen, nagyon jó hőt ad, és egy pillanatig sem nyög. Tehát berakod a fát a tűztérbe, és egyetlen pillanatig sem, nincs az, mint tavaly, tavaly előtt, meg még az előző a szállítóknak a szava alapján, illetve nem tudtuk, hogy előre meg kell venni, amit akartál mondani, hogy azt mondták, hogy száraz, és nem azt hoztak ki, és végül egyáltalán nem volt száraz. De most viszont, ahogy mondod, idén már tavasszal, már nagyon a március valamikor elején, nem tudom pontosan, meg lett rendelve a fa, és itt volt, a szemünk előtt száradt ki a napon ténylegesen, és óriási különbség van, nagyon nagy különbség van. Ezt lehet olvasni, hogy a szárazfa, de ha azt mondja, aki kihozza neked, hogy száraz, és az úgysem az, akkor az nagyon nagy szívás, azon mi túlmentünk. Abból nagyon sokat tanultunk, hogy nem fogunk arra adni, hogy azt mondják, hogy száraz, mert az nem biztos, hogy így van, mert eddig olyan fa nem volt, ami most, ami itt ténylegesen nálunk szárad ki, nem? Sőt, olyannyira nem mindegy, hogy én azt mondom, most már bátran merem mondani, hogy valamelyik évben ajánlott, nem volt akkor is augusztus-szeptember környékén, tehát már így vége, a nyárban már mentünk ki, és mi akkor úgy gondoltuk, hogy akkor megyünk és megveszük a tűzifát, vagy egy részét. És hát sajnos már nem volt. Tehát már itt a környéken, a egyiknél. És nem volt, elfogyott, és mondták, hogy viszont tudnak, már mint volt tűzifa, csak ami száraz, olyan nem volt. Tehát korrekt volt, mert végül is így nem tagadta el, hogy mi van. Viszont, hogy akkor amit ajánlani tud, az a gyújtós, ha emlékszel rá. Igen. Ugyanúgy nézett ki, mint a tűzifa, csak ugye kisebb hasadékokra van vágva, hogy hívják ezt, és hogy az száraz, és azt ajánlotta. És mi akkor azt nem fogadtuk el, mert hát mi nem értjük ezt, mi az, hogy gyújtós, meg láttuk kisebb darab, de nem volt olyan mértékben kisebb, el kellett volna fogadnunk. És te mondtad is. Teljesen mindegy, mert abból akkor jól jöttünk ki, mert akkor volt az a sok briket teszt, amiből láthattuk, hát meg a tapasztalat. Az nagyon jól működött a briket is, és beválik az is. Annak tény, hogy annak mások az árai, és hogy mostan megéri, vagy nem éri, ezen megint lehet vitatkozni. Egy biztos, száraz fa legyen, az olyan száraz, amit te látsz a kertedbe, hogy ténylegesen szárad. Tavasszal kell megvenni. Ténylegesen napsüti, nem... Jó, lehet vannak, sőt, biztos vagyok benne, hogy van olyan tűzép, ahol azt mondják, hogy száraz, és akkor száraz is, de akkor is, ha egy kalodába van pakolva a fal, nehezebben tud száradni, mint ahogy mi azt csináltuk, hogy a ház mellett, szépen a fal mellett felrakva, ott, ahol a legtöbbet süt a nap, ott a pakoltuk, és a nap szárította ki, annál jobban szárazra már nem lehet szárítani. Ráadásul a szél is folyamatosan sütötte, még az se ártott neki, hogy esett az eső és elázott, mert az viszont pillanatok alatt utána kiszárad, az nem is olyan fajta nedvesség. Meg be is hozol egy jó adagot, és akkor azt mielőtt beraknád használatra, itt mellette tárolod. Tehát ja, az minimum a 24 órával előtte, igen már. Tehát amit már ma rakunk be KH-ba fát, az nem ma volt behozva, hanem az a tegnapi nap egy esti időben, vagy délutáni időben már itt pihent a sparhert mellett, és szépen kiszáradt. Szóval... De ezek mind-mind kellenek ahhoz, hogy az ember magának kitapasztalja, nyilván minden kályha más, minden ház más, és most ezt végig lehetne megint sorolni, de tényleg fontos a saját tapasztalat, ezek csak ilyen irányadó dolgok, hogy mégis merre induljál, vagy jó döntése. Én szerintem a sparhát, mármint ez a toldi sparhát mindenféleképpen jó döntés, nekünk mindenképpen bevált, azért ezzel akkor... megpróbálom lezárni, hogy a főzőlap volt itt, azon volt a hangsúly, hogy az is működik, az is bevált, csak tehát szerintem akadályoztatva vagy a főzésben, akkor, amikor úgy gondolkozol, hogy azzal fogsz mindent megoldani.
Tehát az egyik az az eszköz, hogy valami megfelelő eszköz találni arra, hogy a használata. A másik meg, hogy megfelelő hideg legyen. Megfelelő hideg legyen, illetve az is tényleg, hogy a, hát ez azért türelemjáték. Szóval meg a megfelelő fának kell lennie, már arra gondolok, hogy a apróra hasogatott fával, mert a nagy tömbösített fákat hiába rakom be, az akkora, akkora lángja nincsen, így van, tehát akkor az már érdemesebb jobban égő fa, ami nagyobb lángon ég, apróra hasogatott fa, amit viszont általában nem árulnak, tehát azt neked kell hasogatni, vagy pedig, ahogy én mondtam, hogyha szerencsés, akkor tetőlész, de azt viszont nagyon nagy mennyiségben azért nem jó, mert az már meg kormolodik, mind a sparhelyt, mind a kéményrendszer. Szóval a lényeg, hogy az is működik, azt is lehet, de a körülményeknek meg kell lennie hozzá. Mind a kellőképpen hidegnek lennie, a megfelelő lábos, amit odarak az ember úgy, hogy nem kormolódik be, és utána meghasználja az indukcióson is. Szerintem, amire te akartál utalni itt igazából az egészből, mert én nem tudtam róla, hogy erről fogsz beszélni, az az, hogy legyen B-terv is a főzésre. Pontosan ide akartam. És ez esetben az indukciós mellett mi azért voksoltunk, szavaztunk őre, döntöttünk mellette, mert hogy jöttek tippek a többek között Balástól is, hogy esetleg a gázzal milyen jó lehet, és hogy olcsóbb és jobban működik, az is egy jó módszer, a gázpalac. Na de viszont ott nekünk van egy olyan félelmünk, hogy annak van egy ilyen bum hatása, és azt ugye annyira nem akarjuk, meg a házhoz szállítása nem működik neki, stb. A lényeg, hogy az indukciós bevált és működik. Pici gázpalackunk van, ezt akkor is ide fogom fűzni. Hogyne, mert van, és használtuk, mert a kávét azon főztük, nem tudom, azzal két évig. Így van, nem csak két csak évig. Csak most már nem is a kis kemping főző, hanem az a perzselő. Igen, hát amivel a tetőnél dolgozol, és a zsindelyeket felhevíted, és rárakod szépen. Ugyanazt a gáz kis palackot hevítő, lehet belerakni. De amúgy lett is róla a videó, pontosan. Ez engem kattogok közben, hogy szerintem megmutattuk, ahogy a kávét főzzük, csak igen, szóval a lényeg, de majd keressük, megkeressük, hát ha megvan, berakjuk. Lényeg, hogy a sparhert mellé legyen B-terv. Így van, ez a legfontosabb, mert 100%-os, lehet használni, csak akadályba ütközöl a használatkor, ezért mindenféleképpen érdemes egy B-terv, vagy egy, tehát, hogy több lábon kell állni a sütést, illetően is. Hát a sütés főleg, ma a sütőt aztán végképp nem lehet. Mármint a főzésre gondoltam, azt, értem. Azt meg végképp nem lehet úgy használni, mert hosszú idő, még sok fát kell bepakolni, hogy elérje a kellő 160-180 fokot, vagy akár még nagyobbat is, hogyha kenyeret akar sütni az ember a sütőben. Szóval ahhoz rendesen kell pakolni fát bele. De ha van korlátlan mennyiségű száraz fa, akkor sütni, főzni is lehet rajta maximálisan, de viszont, hogyha meg kint nincs olyan hideg hozzá, ami mostanában előfordul, mert most decemberben is plusz 11-12-14 fok lesz már lassan, olyan hőfokok mellett már bent nem lehet annyit bepakolni, hogy rendesen megfőjön egy kaja, úgyhogy aztán meg 38-40 fokos meleget fűti fel az ember a házat vele. Szóval azért kaptam meg a varázspálcát, már elmondott minden szerintem, ugye? Igen, én már le akartam zárni, csak ő most megint újba kezdett, most megint új dolog jutott eszembe, de én most már